Sziasztok, srácok! Itt ismét Damien, és itt van velem Fanni, sziasztok! Fanni! Bizony, ez egy off-topic videó. Hát, ahogy láthattátok így a borító képet, ott már lelőttem a poént, ma ilyen Fanta napokat tartunk, mégpedig japán Fanta napokat. Fanta napok. Fanta napok. Okay. Buli, Fanta, meg minden. Nem szponzorált. Nem szponzorált, meg semmi ilyesmi. Tudjátok, a Fanni csatornáját, aki követi, tudja, hogy ilyen japán nasik Tokiót érkeznek, ilyen havonta, meg mit tudom én. És most az elmúlt, mit tudom én, hány időszakban, tehát volt két olyan hónap, amikor Fanta cucc jött, és mind a kettő olyan fura. Erről a két Fantáról van szó. Az egyik egy banános, joghurtos Fanta. Szerintem ez még a... A másik pedig a, okay, elvileg a klasszikus Fanta, ilyen kis izében, de ez meg ilyen zselés valami, össze kell rázni, és akkor vannak benne ilyen Fanta, zselé, dzsumbik. Hát ez érdekes meg lesz. Ilyenek. Banános, joghurtos Fanta. Éjjel-e már! Hallgassátok a banános, joghurtos sziszegést. Isten, ne megijedtem! Sziszegésre számítottam, nem pukkanásra! Érzed az illatot? Igen. Mint hogyha, mintha kinyitottunk volna valami banános gumicukrot, vagy nem tudom. Azt a mindenit. Illatra irtózatosan banános. Brutál. Brután banános. Na hát. Kampány? Így áll banános. Így áll? Banános jó. Igen. Na. Így áll még. Az első kort még nem lehet tudni milyen. Vagy te már tudod? De! Az első kortból lehet tudni milyen. Na milyen? Na majd. Kíváncsi vagyok neked, mit juttat eszedbe elsőre. Nagyon durva, nem? Ez szerintem, nem tudom, te hogy vagy vele. Banán. Ez egy banán turmix szénsavval. Igen, tényleg. Ez egy szénsavas banán turmix. Tényleg. Egy az egybe. Tehát még annyira furcsa, mert mintha még a tejet is érezné benne az ember. Ilyen csak szénsavas, ez a megtévesztő. De azért amúgy... érezzük benne a tejet, mert ugye joghurtos íz is van benne. És azt mondja, nem tudom, hogy van ez benne, de banánjoghurt, ezért érezzük a tejet, nem? Igen, de olyan, nem is az ízre gondolok, hanem hát így, mintha a textúra, meg a feeling igen, is ízére. Igen, az egész. Csak szénsavas. Tényleg érdekes. De fura. Tényleg olyan, mint a turmix. Több olyan íze van. Azt írja, nézzétek, még B6 vitamin is van benne, tehát ez nagyon egészséges. Finom. Ja. Egészséges cukorbomba. Ja, érdekes. Minden esetre azt nem látom, hogy cukortartalom. Mindegy. Van benne vitamin. Jó, örüljön van benne neki. Cukor, mert nagyon érezni. Nem hiszem, hogy a banán gyümölcs cukra lenne. Nem. Na, hát srácok. Hú, hát egy kicsit félek. Jó, pici pukkanás. De gázszaga van. Júj, tényleg, azt mint a... Mint ha kinyitottam volna a sütőben a gáz. Mitől van ennek ilyen gázszaga? Nem tudom, de ez tényleg durva. Te jó ég. Vajon az ital is ilyen illatú? Muti? Ennek gázszaga van. Ó, Jézusom! Ezt biztos meg akarjuk inni? Milyen... Úristen. Milyen? Fú, gyerekek. Várj még egyszer, jó? Van benne zselé? Tele van zselével. Tényleg? Tessék. Na, most komolyan. Tényleg. Nem mondod el, milyen? Addig én nem kóstolom meg. Ne, nem. Ne, tessék.
Nehogy már felkészítsen előre erre, nem? Hát... Fenékig? Nem, azt nem. Nem, de, na, figyeljetek, figyeljetek, most figyeljetek. Te jó ég! Majdnem kijött! Tessék, várjatok! Úristen! Mi volt ez? Zselé. Bémien. Zseli. Na csináld. Képzeljétek el a narancsos fantát. Úgy, hogy narancsos fanta, és akkor benne ilyen darabosan, olyan, mintha ilyen zselé darabok. Olyan, mintha amőbákat ittam volna. Ah, ezt meg kéne mutatnunk a srácoknak, hogy néz ki. Nem is amőbákat, hanem mondjad már medúzákat. Medúza. Úristen, medúza van benne. Feldarabolva. Nem tudom, hogy látjátok-e, a textúrája ilyen nem áttetsző, hanem ilyen... Hát, mint a banános fanta, az se áttetsző volt végül is. Igen, az nekem is feltűnt, hogy tehát nem átlátszó nyilván, de viszont nem látszik rajta, tehát ezek a amőbák nem látszódnak benne. Közben itt leraktam a fényt. Pedig vannak benne nagy darabok. Na jó, hát ez nagyon durva volt. Vannak benne nagy darabok. Ez, ne haragudj. Én nem haragszom. De ez tényleg, én leírom, hogy ez milyen volt. Egy fanta, amit telenyomtak felaprított medúzákkal. Csak ízben narancsos medúzákkal. És egy medúzákkal. Kis szénsavval. Igen, narancsos medúzák. De amúgy rettenetes. Ja. Tehát, hogy iszom, és így megy le ez a, ilyen, ezek a darabok így mennek le a torkomon. Biztos valaki szereti ezt a fajta zselés valami, de hát ez érdekes volt. Na mindegy, hát, te is mondjál már véleményt, ne csak én. Hogyha lesz, tehát hogyha kivennénk ezeket a zselé darabokat belőle, hát akkor sima fanta lenne. De így, hogy benne vannak ezek a zselé darabok, ettől olyan mint hogyha ilyen mit tudom én, valami állatnyálkát raknátok még bele, és akkor azt innátok, nagyon furcsa. Tényleg furcsa, nem tudom hova tenni. Nem ihatatlan, részemről legalábbis. Részemről az. Tehát nem ihatatlan, mert meg fogom inni, meg ízre narancsos, csak tényleg megszokni ezt a ízét. De hát ezek ilyen kulturális különbségek, tudjátok. Tehát, igen, egyébként lehet, egyszer már ittunk egy hasonlót. Ők abban a teljes italban igen, is volt. Igen, ilyen, az is ilyen zselés volt, és azt is így fel kellett rázni. És igen. Szeretik ezeket a zselés valamiket. Ugyanígy kiakadtam. Nem tudom. Na mindegy, srácok. Hát remélem, nem bánjátok, hogy így ezt így veletek együtt közösen így megkóstoltuk, vagy nem tudom, egy kicsit más volt ez, mint a szokásos tartalmak, de remélem, nem bánjátok. Hogyha tetszett, vagy valami, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és nem tudjátok, feliratkozó gomb mellett pici csengő, az állítólag jó dolog, állítólag hasznos, és találkozunk a legközelebbi videóban valami mással valószínűleg. Legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok!